Az elmúlt jó egy évben némileg átalakult a sebészeti osztály, új orvosi tím állt fel új osztályvezetővel, s bár a fő profil továbbra is az onkológiai műtétek, jelentősen bővült a beavatkozások palettája. A helyreállító plasztikai műtétek terén például országosan kiemelkedő szerepe van a kórháznak. Ettől a héttől kétféle gyomorkisebbítő műtétet is végeznek, amely a kórosan elhízott betegek számára jelenthet megoldást. Erről számolt be legutóbbi Medicina című kórházmagazinunkban az osztályvezető főorvos. A gyomor nagy részét speciális varrógépek segítségével eltávolítjuk, és ezzel egy csőgyomrot kialakítva, aminek az a lényege, hogy a gyomornak a befogadó kapacitását csökkentjük le ezzel, tehát ha még szeretne is a kedves páciens túltáplálkozni, akkor sem tud, és ez úgy mondjuk egy restriktívet, egy ilyen korlátozó módszer, és ez fogyással fog járni. A másik módszer az úgynevezett gyomor bypass, amely a tápcsatorna átalakításával jár. A műtéteket egyelőre nem támogatja a TB. Az elmúlt hetekben 4 új eszköz került az osztályra, az egyik egy laparoszkópos torony. A minimál invazív technika irányába tolódik el a műtéti beavatkozásoknak a módja. Ez azt jelenti, hogy igyekszünk minél kisebb metszésekből a betegek, a páciensek számára minél kisebb megterhelést jelentő beavatkozásokat elvégezni, akár nagy, komoly műtéti beavatkozások során is. Az úgynevezett tenderbeattel kíméletesebben lehet szöveteket vágni, preparálni, míg a modern ultrahangberendezéssel műtét közben is tudják vizsgálni a daganat áttéteket. Még ebben a hónapban megérkezik egy másik korszerű berendezés, amely lehetővé teszi, hogy a végbél daganatokat végbélen keresztül távolítsák el. Ezt a technikát egyelőre csak kevés hazai kórházban alkalmazzák.